A Morgó csárdában a Karcagi Birka csárda hagyományőrző egyesület tagjai főztek. A Morgó csárdában a Karcagi Birka csárda hagyományőrző egyesület tagjai Csordás László Máté vezetésével 10 kondérban főztek hagyományos pörköltöt. Hortobágyi bivajt is főzünk, egy-egy részét csak, aztán pacalt is főzünk, és ami néha talán a legnépszerűbb a slambuc, ami valóban Norbi update szerint csak füstölt szalonnával készül. Az egyesület vezetője édesapjától, aki szintén édesapjától tanulta a főzés tudományát, így generációkon át maradt fent a Csordás családban a főzés. A birka pörkölt elég sok mindent el lehetne mondani, azt, hogy mitől jó. Hát ez a miénk, a tradíciónk, a hagyományunk, az őseinktől ezt örököltük. És szerintem nincs olyan karcagi, aki ne lenne végtelenül büszke arra, hogy tovább tudja vinni az ősei ráhagyott értékét. Mi mindig azt mondjuk, hogy hál' Istennek ezt soha nem tudják utánozni, mert itt mi legalábbis mindig belefőzzük a karcagi lelket is, amit hál' Istennek még senki nem tud utánozni. Öntvénylávasba készülnek, ami szabályosan elosztja a hőt, nem az, mint a lemezbográcsokba vagy a mostanában divatos rozsdamentes edényekbe, hogy csak közvetlenül éri a meleg, hanem itt mindenhol egyforma hőmérséklet éri a húst, és akkor itt nincs olyan, hogy most az egyik oldala megvan főve, az egyik része megvan, a másik pedig még nincs. Itt az öntvénylábas, mind a mellett, hogy természetesen ezek is némelyik 70-80 éves lábas már, de szóval sokkal másabb a benne készült étel, mint egy normál edényben.